Annyira előtérben van manapság a mesterséges intelligencia, hogy teljesen elfelejtkezhetünk arról, hogy emberek vagyunk. Az ember is rendelkezik egy intelligenciával, és kár lenne lebecsülni csak azért, mert mondjuk látszólag a gépek erősebben gondolkoznak, gyorsabbak nálunk, és hamarabb kiadnak valamilyen eredményt. Az ember intelligens, ez az intelligencia el van nyomva bennünk, nem hagyjuk érvényesülni magunkban. Én még emlékszem arra, hogy annak idején matek órán elrakották velünk a számológépet, mert azt mondták, hogy a számológéppel, ha elkezdünk osztani, szorozni, összeadni, akkor nem fog dolgozni úgy az agyunk, nem fog tudni úgy gondolkodni az agyunk, ahogy szükséges. És nagyon jó, hogy elraktam, mert én megtanultam fejben számolni, nagyon sokáig gyakoroltam, és nagyon gyorsan fejben számoltam. Ahogy nem gyakorom, természetesen ez a képesség kezd eltűnni, elnyomni. viszont gyorsan vissza tud jönni. Ez azt jelenti, hogy ha a gépekre hagyatkozunk bármilyen gondolkodásmódban, akkor nem fogunk tudni gondolkodni. Ez bárki tetten érheti magán. Láthatja az, hogy most már nem jegyez meg telefonszámokat, nem számol fejben. Egy csomó minden lexikális tudása nincs meg, csak azért, mert majd a gép megoldja ezt. Nem arról beszélek, hogy rengeteg információ van, amit már nem tudunk fejben tartani, és előveszük a számítógépet, és megnézzük ott, mert nyilván ez, ez egy jó dolog. Csak van egy határ, hogy mennyire használjuk a technikai vívmányainkat. Nem csak gondolkozásról van szó, hanem a mozgásról is. Például amikor Los Angelesben éltem, azt figyeltem meg, hogy a los Angelesi emberek azok mindenhova autóval mennek. Hogyha két sarkot sétálni kell, akkor beülnek az autóba, és arrébb állnak. Ott van természetesen parkoló, legalábbis a nagy területeken mindig van parkoló, és, és olyan nincsen, hogy kettő saroknál többet gyalogoljanak. Az más kérdés, hogy kimennek kirándulni a hegyekbe, de az egy külön program. De amikor hétköznapi dolgaikat cselekszik, akkor egyszerűen ők csak az autóra hagyatkoznak. Látszik az, hogy ha van lehetőséged a technikát használni, akkor inkább azt használod, mint a saját képességeidet. Ha nem használod a saját képességeidet, akkor azok el fognak sorvadni. Azok a dolgok, amiket nem használunk, azok elsorvadnak, és azok, amik amiket használunk, azok meg megerősödnek, és ezzel jön létre valamilyen evolúciós változás. Van egy átverés ebben a mesterséges intelligenciában, sokkal intelligensebbnek mutatják számunkra, mint amivel rendelkezik. És van egy átverés magában a technikának a bemutatásában, hogy sokkal okosabb, mint az ember, vagy sokkal ügyesebb, mint az ember. Ha azt nézzük, hogy egységnyi idő alatt ki tud gyorsabban valamit megtenni, akkor a gép. Ha azt nézzük, hogy egységnyi idő alatt ki tud nehezebb dolgot felemelni, akkor azt mondjuk, hogy a gép. Tehát mindig lehet egy olyan válaszunk, amelyben a gépet hozzuk ki nyertesnek. De hogyha az eredményességet nézzük és a célokat nézzük, akkor ez már nem igaz. Nagyon sokszor az esetek 90%-ában a gépre nincsen szükség, de mi már nem ebbe születtünk bele, és a gyermekeink még inkább nem ebbe születnek bele. Ők abba születnek bele, és már mi is ide tartozunk egy kicsit, hogy gépre szükség van az életben, de nincs. A gép segíthet. A gép segítheti az életünket, de nincs rá szükség. És nagyon jó, hogy föltalálunk megoldásokat, és ezekben a megoldásokban mi a gépeket használjuk, de milyen szinten használjuk, az nem mindegy. Azt mondja valaki, hogy nagyon jó, hogy eszébe jut valaki, fölhívja a telefonon, két perc alatt lerendezte, és mennyi időt megsporolt, mert el kellett volna utazni a fél órát, majd vissza fél óra, az egy óra utazás, és akkor ez, ez egy rövid idő. De ez nem igaz. Kezedbe veszed ma már a telefont, felhívod az illetőt, vagy írsz neki egy SMS, és utána a telefont kezedbe tartod, két-három órát még videózol, posztokat írsz. Nézegetsz valamit, ami egyáltalán nem fontos az életedben. Nem keresel vele pénzt, nem fejlődsz általa, nem történik veled semmi, az élet egyszerűen elsuhan belőled. És beköltözik oda a gép. És minden, amit a gép ad. Persze most kisarkítottam ezt a példát, van pozitív dolga, és fölhívom a mentőket, stb. Tehát tökéletes, hogy van, de nem mindegy, hogy mire használjuk. A mesterséges intelligencia úgy jelenik meg számodra, hogy bedobsz egy kérést, és azonnal kiadja a választ. Ennyi fajta kérést egy embernek, vagy kérdést, az egy embernek nem tudsz feltenni, mert, mert az ember nem fogja tudni rögtön ezeket a válaszokat. Nem rendelkezik ezekkel az információkkal, vagy rendelkezik, de sok idő, hogy előhozza ezeket. A mesterséges intelligencia meg van tanítva. Minden, minden a memóriában van, és azonnal ki tudja dobni. De ez nem reális. Egyrészt a mesterséges intelligencia úgy van elé tárva, mint egyetlen egy személy, akinek ha felteszel egy kérdést, az azonnal válaszol, ezért azt gondolod, hogy ez a személy rettentő intelligens. A mesterséges intelligencia mögött egy bonyolult rendszer áll. Iszonyat mennyiségű gép, processzor, memória, számítógép, nevezzük így, rengeteg fejlesztő, rengeteg ember van mögötte, erőművek, amelyek áramot termelnek, hogy ez működjön, tehát egy iszonyat bonyolult rendszer. De számodra egy egyszerűen pár másodperc vagy pár perc alatt megadott válasz jelenik meg. Ha egy embernek teszel fel kérdés, akkor meg az történik, hogy az ember vagy tud válaszolni, vagy nem tud rá válaszolni. És azt mondod, hogy az ember nem intelligensebb a mesterséges intelligenciánál. De ez nem igaz. Az embert nem így kell nézni, hanem ugyanúgy, ahogy a mesterséges intelligenciát nézzük. Az embert, mint emberiséget kell nézni. És az emberiség viszont rendelkezik az összes információval, amire kíváncsi vagy. Csak nincs összegyűjtve. Nincs egy pont barakva. Alkottunk egy olyan gépet, ahova betáplálunk minden egyes kérdést, és az a gép majd mindent megfogadni. De ez nem jó út, mert ez eltávolodik az ember fejlődésétől, és az ember rendelkezik azzal, hogy egymással kommunikál. Pontosan ezt a természetet másolja le az ember a technikával. Tehát hálózatokat épít számítógépből, de azért tud ilyet építeni, mert a természetben ez már létezik. Az ember képes hálózatban élni, és hálózati effektusként, például, ha felteszel egy kérdést egy embernek, akinek nincs lexikális tudása, az az ember, ha képes ezt a hálózati effektust megjeleníteni, akkor megválaszol olyan kérdéseket, amiket ő nem tud, hanem a másik ember tudja rá választ. Pontosan úgy, ahogy a mesterséges intelligencia, ebbe a gébe beírom a kérdést, ő nem tudja a választ egy másik gép tudja, és itt megjelenik a válasz. Fölteszem tehát az embernek a kérdést, nem tudja a választ, de egy másik ember tudja, és ez az ember elmondja a választ. Ez nem skifi, ez az ember alapja. Az ember innen indult el. Az ember elbutul, szándékosan elbutul, saját magát butítja, és ezért nem tudja ezt megcsinálni. Nagyon sok szemináriumon sok hasonló eset van, amelyben sikerült reprodukálni a hálózati effektust, amelyben az ember képes ezt megcsinálni. És azt mondjuk például, hogy jó, de mennyi idő kell, hogy mindenki tudja, és azt mondom, hogy 50 év. És a mesterséges intelligenciát nem egy nap alatt találták és fejlesztették ki. Több mint 50 év. Tehát egyáltalán nem intelligensebb a mesterséges intelligencia az embernél. Az ember rendelkezik a természettel, a természetességgel. Az ember rendelkezik a természetes intelligenciával az ember intelligesebb a mesterséges intelligenciánál, mert mindig ő tanítja, és nem fordítva. Te otthon azt érzed, hogy a mesterséges intelligencia tanít téged, azért, mert kell egy marketing szövet, beírod, hogy mit szeretnél, és kidob egy baromi jó szöveget, amiért rengeteget kéne fizetni. Persze, most nem fizetsz érte, vagy most csak pár dollárt fizetsz érte, de nézd meg bármit, ez is drága lesz. Amikor már nem tudsz gondolkozni, akkor a mesterséges intelligencia nagyon nagyon drágán fogja neked odaadni az, hogy kétszer-kettő az négy, mert nem gondolkozol. Már most nem gondolkozol. És már most kiírtod magadból a természetes intelligenciát. Te több vagy, mint a gép. Te több vagy, mint amit magadról hiszel. Te többet tudsz. Sokkal intelligensebb vagy, mint bármelyik gép. Csak nem egyedül kell nézed magadat. hanem rendszerben együtt. Más emberekkel, emberiségként, emberként, mint civilizációként. És ez a civilizáció soha nem lesz kevésbé intelligens, mint a gép. A természetes emberi civilizációnak az intelligenciáját a gép mindig úgy fogja felhasználni, mintha hogyha az övé lenne, de nem az övé, az a tied. Ne hagyd, hogy elveszítsd. Gondolkozz! sokat gondolkoz és tanulj. És másokat teremts kapcsolatot. Ez a megoldás. Használd a gépeket. Használd. Ha szükség van, használd. Ha nincs szükségedre, gondolkozz te magad. És építsd a saját életedet. Fogj össze másokkal, teremts kapcsolatot, és ismét fel fog erősödni a természetes intelligenciád.